ez az egy góllal meg tudtuk nyerni a mérkőzést, és hát lényegében ez a foci lényege, ez lenne a lényege, hogy boldoggá teszünk embereket, és magunkat is valahol. Nem láttam olyan nagy különbséget a mai mérkőzésen a két csapat között, egy mezőnyjáték folyt, itt is, ott is voltak, olyan ordító nagy gólhelyzet nem, nekünk is volt lehetőségünk, amiből jobb koncentrációval többet kellett volna hozni, nekik is volt, hogy a második félidőben ott az elején egy picit beleültünk a meccsbe, és egy egyéni hibából ugye a Józsi ott buktatta az ellenfél csatárát, és a büntetőt a lécre vágták, ott pedig egy újabb erőt adott a csapatnak ez, hogy kihagyták a 11-est, és a végén azért kellett hozzá egy kis szerencse, hogy meg tudjuk nyerni a mérkőzést, de mutatja a Werner Sicsinek ugye a klasszisát, hogy előtte is volt meg egy helyzete, amit fölé emelt, de az olyan igazából volt helyzet, egy tiszta helyzet, az bevágta és nyertünk 1-0. Kérdéses, hogy a tavalyi csapat 3 új játékos játszott, 7 játékos a tavalyi csapatból volt. Én azt gondolom, hogy ma bizonyították azt, hogy méltóak arra, hogy a klub itt tartotta őket, és hogy az MB2-ben is megmutassák magukat, hiszen megérdemlik, mert tavaly nagyon szép szóval produkáltak az egyesületnek. Az a jó, hogyha minél több ember kíváncsi rád, minél több ember előtt tudsz játszani, úgyhogy nagyon jó érzés, és reménykedünk benne, hogy az MB2 és a hál' Istennek a remélhetőleg a jó sorozat is minél több nézőt fog kicsábítani ide a szőnyi útra. A mérkőzés után jutott el úgy hozzám, hogy jöttek a szurkolók, és többen is fehér sapkát mutattak, hogy fehér sapkában vannak. Ez egy óriási dolog, hát ez megtisztelő. Tehát én nem találok szavakat erre. Nagyon jó dolog, hogy így tisztelegnek előttem, ez egy szenzációs dolog. Bízom benne, hogy minél többen jönnek ki a következő mérkőzések, lesznek nehézségeink, valószínű vereségek is, de tartsanak ki a csapat mellett, mert én azt gondolom, hogy mindig szívvel élekkel fognak küzdeni a játékosok. Ezúton is boldog születésnapot szeretnénk kívánni a csapat nevében is, úgyhogy úgy gondolom, hogy ez egy nagyon nagy születésnapi ajándék. Nagyon jó szakembernek tartom, nagyon jó edzőnek, úgy szakmailag, mint emberileg. Úgy gondolom, hogy a legjobb kezekben vagyunk, a legjobb kezekben van a csapat, hogy ezt a veretlenségi sorozatot még tovább kihúzzuk. Hát, ahogy a szurkolók is fehér sapkában vannak, hogy a játékosaim is szenzációs dolog volt, tehát nem tudtam megszólalni, amikor bementem az öltözőbe, hogy megemlékeznek a születésnapomról, és egy nagyon-nagyon jó érzés volt, mert több percig úgy kerestem a szavakat, hogy most éppen mit tudnék mondani. De ez egy nagyon jó dolog, mert egy nagyon jó közösséget építettünk ezek szerint, és ezen az úton kell előre mennünk. Nagyon-nagyon örültem neki, utána este otthon a kis mennyasszonyommal is volt egy kis meglepetés. Ugye én korábban azt mondtam, hogy a névnap, születésnap, szilveszter azokat annyira nem, mert az kötelező, mindig akkor az emberek akkor mennek el, meg kötelező, és akkor buliznak. Ha én akarok bulizni, akkor én bulizok bármikor. De most már ugye a mennyasszonyom elmondta, hogy ezek azért fontos napok, és ő is készült rá, meglepetéssel készült egy óráig, egy fél kettőig a kincsessel lődörögtünk jobbra-balra, hogy addig ne érjek haza, mert készült a meglepetésre. Nagyon nagy dolog és nagyon jó dolog az, hogy az embernek, én hiszen nem érzelmes ember vagyok, és az érzelmek útján haladok előre, hogy a játékosaim így gondolnak rám, ilyen pár van mellettem, aki így gondolkozik, és akkor így egyszerűbb az élet az embernek, és könnyebb a munkában is tevékenykednie.